Olyan sok gonosz szellem veszi körül ezt a lányt. Ó, uram, védd meg őt. A rossz szellemek el akarják ragadni. Ártani akarnak neki. Ne az utazásaidról és a New Yorkban megnyert perekről beszélj. Kérdeztem valamit, válaszolj. Mert mi is volt a kérdés? Hát, hogy találkoztál-e a volt barátnőddel, Esperanzával? Nem, azóta sem láttam. Emlékszem rá, kivételes lány volt. Nagyon jó barátnők lettünk. Fülig szerelmes volt ám beléd. Azt hittem, el fogod venni. De nem így lett, ez már a múlt. Vajon Esperanza itt él Acapulcóban? Jó lenne találkozni vele. Ugyan, Veronika, mondom, hogy nem tudom. Oké? Okay? Nem tudom. Sétálok egyet. De... Halló? Diego, mi újság? Itt Fernanda Montenegro. Hogy vagy, Fernanda? Azért hívtalak, hogy megtudjam, van-e híred a fiadról és Olvidóról. Én is nagyon aggódom miattuk. Sajnálatos módon a helyzet változatlan. Nem tudunk róluk. Az újságok is megírták. A rádió is bemondta. A tévében is közzétettük, de semmi, nem tudtunk meg semmit. Még a gyermekmentő szolgálatot is értesítettük a fiam miatt. De nyomuk sincs. Hidd el, nagyon sajnálom. És ne feledd, ha szükséged van valamire, csak szólj. Nagyon köszönöm. Csáitóért jövök, visszük a műtőbe. Mi történt? Megjött az engedély az átültetéshez. Mi? Angustias aláírta? Nem, szenyóra. De a törvény megengedi. Megjött a bírósági végzés, miszerint az átültetés elvégezhető, úgyhogy kezdjük is el. Senki nem akadályozhatja meg. Így a lánya szenyóra meg fog gyógyulni. Jaj, köszönöm. Jaj, köszönöm. Köszönöm neked, Istenem. Anya, anya. Köszönjük. Köszönjük. Anya, most viszik. Most viszik, anya, be a műtőbe. Miről beszélsz? Most viszik Vanessát a műtőbe, anya. Nem, megjött a bíró, és elrendelte, hogy... A bíró nem ítélkezett a lányomról. Nem írtam alá. Bocsássa meg, kérem, én nem adtam a beleegyezésemet a műtéthez. Szenyóra, a műtéthez nem kell az engedélye. A donor nagykorú. És ő már beleegyezését adta. A papírok rendben vannak. Nem, minden engem, legális. Egyáltalán nem érdekelnek a papírok. Egyáltalán semmi sem érdekel. Én vagyok Vanessa anyja, és nem egyeztem bele a műtétbe, úgyhogy ezt vegyék számításba. Szenyóra! Szenyóra! Szenyóra, mi van? Esteban Garcia vagyok. Bíró a negyedik körzetből. Lehet maga bíró, katona vagy tisztviselő, bármi, amit akar, engem nem érdekel. Én vagyok Vanessa anyja, és nem adtam a beleegyezésemet a műtéthez. Nem tehet semmit a bírói végzés ellen. Hadd fejezzem be! Ne. Figyelmeztetem, hogy nagyon komoly bajba kerülhet. Engem nem érdekel, maga engem. Ne fenyegesen, én vagyok Vanessa anyja, és senki sem veszi ki a lányom vesélyét. Maga, csak egy senki házi bíró, és az igazgató pedig egy semmire kell. Szenyor, kérem! Ne csináljon itt ekkora cirkuszt! Ezzel nem csak a lánya életét csodorja veszélybe, hanem a másik páciensét is! Ez engem egyáltalán nem érdekel! Annyian meghalnak a kórházban! De a lányomhoz! Hozzá ne nyúljanak! Hiába nagyon mondom, sajnálom, szenyóra! Gyerünk, menjünk! Csináljuk a dolgunkat! Kérem, fogják le! Hozzám ne nyúljon! Ne nyúljanak hozzá! Gyerünk! Anya, nem lehet igaz! Nem csak kizadják neked meg, kérlek, anya, nyugodj meg! Nyugodj meg, kérlek! Anya, semmi baj! Jól van, nyugodj meg! Nyugalom! Hé! Engedjék el, jó? Köszönöm!
A lányom! Nyugodj! A kislányom! Nyugodj! Semmi baj! Istenem! Kislányom! Nocsak, nocsak! Kit látnak szemeim? A kegyetlen ügyésznő. Mit keresel itt, Cassiano? Enned kell valamit, drágám. Jót fog tenni. Anya, nem vagyok éhes. Hogy tudnék most enni, hogy Olvido és a fiam eltűntek? Ki tudja, mi történik velük? Gondolod, hogy van étvágyam? Akkor biztosan megértesz engem. Én is nagyon aggódom Olvidóért és Digitóért, de te a fiam vagy, és ha így látlak, megszakad a szívem. Diego, enned kell valamit. Meglátod, ez segít. Hisz mindenki tudja, hogy mindent megtettél, amit ember megtehet, de néha úgy érzem, magadat büntetheted. Annyira sajnálom, hogy annyi hibát követtem el a múltban. Még egy fényképem sincs a fiamról. Se egy kis ruha, se semmi. Nincs itt Olvido. És mindez az én hibám, mert nem hittem nekik. Én is tudom, kisfiam. De még időben megváltoztál, és most aggódsz miattuk. Nézd magadra, az életedet is odaadnád értük. Én már nem bírom tovább. Egyszerűen nem. Csak azt kérem Istentől, hogy épségben kerüljenek elő. Mert ez a bizonytalanság őrjítő. Esküszöm, hogy az agyamra megy, anya, beleőrülök. Nem tudom, mit kéne tennem. Esküszöm, drágám, hogyha bármit megtehetnék, érted, megtenném, de nincs rá mód. Csak annyit segíthetek, hogy melletted vagyok. Mindenben. Nem vagy egyedül, Diego. Nem hagylak magadra. Senki sem sejti, mit készítettem a parasztlány fiának. Az a gyerek nem fog a lányom útjába állni. Maria Esperanza lesz Diego halála után a vagyon egyetlen örököse. Mert Diego meg fog halni. Segíts neki! Nagyi, donjon le narancsot adott nekünk! Hogy a gonosz legyőzze őt. Kérlek, segíts rajta. Adj neki erőt, hogy meggyógyuljon. Segíts neki. Kérlek. Már befejezted? Vagy meghal ez a szép lány? Jaj, lányom. Azon igyekszem, hogy elűzzem a testéből a rossz szellemeket, mielőtt elvinnék. Azt mondta, téged egy nő érdekel, Olvido Perez. Ha ez igaz, neked most nyomoznod kellene. Utána, és a fia után. Ahhoz nekem nem kell az utcákat rúgni. Megvannak a saját módszereim. Ha jól tudom, te vagy Olvido ügyvédje. Na hát, milyen jól értesült vagy. Az ügyvédi feladat mellett. Milyen más funkciót látsz el, mondd? Én kezelem a teljes vagyonát. Szabad kezet kaptam, rendelkezhetem a pénzéről. Ő maga bízott meg vele. Azaz, ha Olvido nem kerül elő, te azt csinálsz a pénzével, amit csak akarsz. Jól ismerlek, Cassiano. Tudom, milyen szégyentelen, tolvaj gazember vagy. Remélem, hogy Olvido és a fia előkerülnek.
mert ellenkező esetben biztos vagyok benne, hogy ellopod a pénzét. Ne vádaskodj, Fernanda, elég volt. Többé ne nyújj hozzám, Canciano. Te meg ne merészelj meg rágalmazni. Mert legközelebb beperellek, Fernanda. De hisz minden szavam igaz. Tudok Esperanza Rivas de Santander történetéről. Elcsavartad a fejét, hogy megkaparítsd a pénzét. Velem is ez volt a szándékod. De sajnálatos módon időben rájöttem. Utoljára figyelmeztetlek. Fejezd be, de gyorsan. Különben be foglak perelni. Aj, ugyan már, nem félek tőled. Sajnálom, hogy Olvido megbízott benned, és tejhatalmat adott neked. Szegény Fernanda, tudod mi a te bajod? Te féltékeny vagy. Még mindig nem tetted túl magad azon, hogy nem szeretlek. Ez a lány nagy hibát követett el azzal, hogy megbízott egy ilyen emberben. Biztos vagyok benne, ha nem kerül elő. Te majd megtalálod a módját annak, hogy elcsend a pénzét. De jobb lesz, ha vigyázol. Ne feledd, ő nincs egyedül. És nagyon értelmes nő. Drága Fernanda, te nem csak féltékeny vagy, hanem mérges is, mert tudod, hogy holnap a bíróság Iránja várad őt. Készülj. Mert porig fogom rombolni a szakmai jó híredet. Még ha esetleg meg is nyered a pert, neked már véged. Készülj, Canciano. Közeleg a végső leszámolás órája. Milyen nagyképű és elviselhetetlen vagy. De elég, Canciano. Késve érek Tácsóhoz. Mi újság, Márti, te mondd? Szia, szit, Lali. Csak azért ugrottam be, hogy kimossam Csúi ruháit, de elment az idő. Na hát, téged is látni. Igen, hallottam, mi történt Olvidóval, és gondoltam, eljövök, segítek neked. Aj, aranyom, most kimosom Csúi ruháit, aztán megnézem Tácsót. Én úgy mesélnék, de nincs időm. Emiatt ne aggódj, menj! Tedd a dolgod, én kimosom Csúi ruháit. Igen, persze. Tényleg? Nézd, én szeretek mosni, és segíteni jöttem, akkor hadd mossak én. Jaj, köszönöm, Szit Lali. Menj csak, aztán mesélsz, jó? Jó, menj! Menjünk, Csúi! Szűz Mária. Kérlek, vedd védelmedbe a műtőt. És segíts, hogy Chayónak és Vanessának ne essen baja. Segíts, hogy ne kerüljenek veszélybe. Add, hogy élve jöjjenek ki. Cserébe megígérem neked, hogy jó ember leszek. De kérlek, egészségesen add vissza a hercegnőmet. Szeretném, ha Vanessa jóságát jó egészséggel és boldogsággal honorálnád. Az Istenért! Ez hihetetlen! Hogy lehetsz ilyen gyáva, mond? Miért engedted, hogy a testvéredet műtőbe vigyék? Mondd meg! Értsd meg, hogy lecsuktak volna! Inkább mentél volna a börtönbe, na komolyan persze, mondom! Na persze, azt tetszene neked! Hogy megcsukítsák a testvéredet, ne hisztizd már, anya, ne! Hogy kérlek, hagyd el abba! Fejezd már be végre! De! Nem bírom tovább! Érted? Nyugodj meg, és törődj bele végre, mert ő a beleegyezését adta. A testvérem aláírta, felajánlotta a vesét. Próbálj beletörődni, nincs mit tenni, érted? Örülj, hogy nem zártak börtönbe, anya, mert az is megtörténhetett volna. Nézd, elmagyarázom. Nyugodj meg,
Különben megkérem az ápolókat, hogy adjanak neked valami erős nyugtatót, oké? A testvérem lemondott a veséjéről. És kész! Hogy merészel így beszélni velem, mi? Hisz az anyja vagyok! Hogy merészel így beszélni? Te meg mit bámulsz, ott mondd, mi? Mit bámulsz, inkább segíteni? Ne kiabáljon velem, nem az anyám, ha? Hogy nem ne kiabáljon, hallod? Na? Jobb így? Holnap végre ítélethirdetés lesz. És Rodrigo vesztére szabadlábra helyeznek. Örökre elhagyhatom ezt az átkozott börtönt. Ki kell szabadulnom. Ki kell jutnom ebből a patkánylyukból, hogy bosszút állhassak. Semmi sem állíthat meg. Senki sem akadályozhat meg. Dr. Santos, kérjük a sebészetbe. Hé, mondott anyám valamit? Nem, csak megnyugtattam. Uh-huh. Ennyi. Látod azokat ott? Na? Őket? Mi van? Igen? Már egy ideje itt köröznek, és csak engem lesnek. Ezek rendőrök, Jaguar. Hallod? Igen, Nelson. Lehet, hogy rendőrök, de lehet, hogy valakire csak felügyelnek, nem? Lehet. Igen, de egyfolytában néznek. Nézd. Jobb, ha rám hallgatsz, nyugodj meg, tedd félre a paranoiádat. És ha már itt vagyunk a kórházban, szerezhetnénk némi tablettát, amitől megnyugszol. Vagy el is tűnhetnél néhány napra, nem? Mert ha így folytatod, elárulod magad. Én tettetem magam, te nem látod, ha? Ja, igen. Talán neked nem világos, hogyha ő előkerül. Te és én rögtön börtönbe kerülünk, haver. Na jó, nyugi, Nelson. Olvidó nem fog előkerülni, hiszen meghalt, érted? Már nem él. Ezt nem tudhatjuk. Hátulról rálőttem. És láttad a holttestét? Nem. Természetesen nem láttam. De ha Olvidó élne, már előkerült volna, Nelson. Olvidó meghalt. Valahol a hegyek között meghalt, érted? Még mindig néznek. Igen. Istenem, Jézus Krisztus, te ki a mennyekben vagy, minden teremtmény atya. Ki erőt adtál apostolaidnak, ahhoz, hogy nevedben leszámoljanak a démonokkal? Könyörgök, Uram, űzd ki a gonoszt ebből a testből. Távozzon belőle minden, ami nem Istentől való. Nagyon kérlek, pusztítsd el a gonoszt. Uram, Istenem, te vagy a mi védelmezőnk, a menedékünk. Kérünk téged, Uram, szabadítsd ki lányod a démonok karmai közül, és ellenségei kegyetlen átkai elől. Szabadítsd meg a gonosztól, távozzon belőle minden rossz. Végre megmenekült. Az a sok rossz távozott belőle. Köszönöm, Uram. Köszönöm. Mi újság? Van hír? Igen. Ülj le. Azért hívtalak, mert van itt valami fontos. És mi az? Stefano Canciano. Hogy jön most ő ide? Stefano Canciano kezeli Olvidó pénzét. Ha valami történik vele,
Cassiano ráteheti a kezét a vállalat részvényeire, sőt a cégre is, még a házam felére is. Világos, ha Olvido nem kerül elő, Cassianoé minden. Pontosan, mindent ő kap. Esküszöm, hogy megölöm őt. Haza nyomorult. De tennünk kell valamit, fel kell jelentenünk. Én is tudom, gondoltam rá. A gond csak az, hogy ha feljelentjük, és szabadlábon marad, és ne feledjük, Cassiano nagyon talpra esett ügyvéd, az veszélyes lehet Olvidóra és a fiadra. Akkor mit tegyek? Mondd meg! Üljek keresztbe tett kézzel, ennyi? Ne. Akkor mégis mit tegyek? Nem tudom. Én sem tudom, hogy mit. De óvatosnak kell lennünk. Nem, Tácsó. Nincs hírünk Digitóról és Olvidóról. Eltűntek a föld színéről. Hihetetlen, hogy nem kerültek elő. Engem rögtön börtönbe zárnak, de nem tudnak megtalálni két embert. Olyan ideges vagyok. Bármennyire is szeretném, nem tudok másra gondolni, csak hogy veszélyben vannak. Isten ne adja. Hinnünk kell abban, hogy előkerülnek. Minden rendben lesz. Én meg itt bezárva nem tudok segíteni. Tácsó, én annyira sajnálom. Sok minden történt mostanában. Olyan rossz téged itt látni. Ki kell jutnom innen. Nem öltem meg őt. Hiszel nekem, ugye? Martita, ugye hiszel nekem? Necesito hablarte porque me quema el alma. Sé que yo no soy víctima de nada y el pasado no te deja abrir entero el corazón, pero quiero ayudarte para que puedas olvidar y amarte hoy. Ya no puedo engañarte, no sé qué necesito. Sé que el tiempo cura todo, pero el mío es asesino. Que este amor detenga y la nube que aún nos queda que deje de mojarnos para darnos un respiro. Necesito tu cariño más que nunca, amor mío. Mi bajod? Nem hiszel nekem? Persze, hogy hiszek, Tácsó. Továbbra is. Éppen ez az, ami rosszul esik nekem. Bezárva látni, éhezve, a hidegben. Olyasmiért, amit el sem követtél. De a rendőrség majd megtalálja az igazi tettest. Hallgass ide, Tácsó. Ahogy kijössz innen, együtt rendbe hozzuk a házasságunkat. Komolyan, Martita. Harcolni fogunk. Igen, drágám, szeretlek. Én is imádlak. Stefano Cassiano kezeli Olvido pénzét. Ha valami történik vele, Cassiano ráteheti a kezét a vállalat részvényeire, sőt a cégre is, még a házam felére is. Átkozott, Cassiano! Rohadék! A gond csak az, hogy ha feljelentjük és szabadlábon marad, és ne feledjük, Cassiano nagyon talpra esett ügyvéd, az veszélyes lehet Olvidóra és a fiatra. Halló!
Krisztina? Sürgő szíveségre van szükségem. Megszereznéd nekem Stefano Canciano ügyvéd számát? Nem. Ahogy megvan, küld át SMS-ben. Köszönöm. Jaj, ez a picike. Olyan zaklatott volt, de most már alszik, mint egy kis angyal. Legalább van valaki ebben a házban, aki tud aludni. Engem leginkább az aggaszt, hogy minél jobban telik az idő, annál kisebb az esély, hogy előkerüljenek. Nyugodj meg, anya, valahogy meg fog oldódni. Elő fognak kerülni. Így van. Szegény Vanessa. Rossz bőrben van az anyja hibájából, meg Irán miatt. Ezek csak bajt okoznak. Az a nő egy őrült, és a gyerekeit is az őrület bekergeti. Itt van az eredménye. Ez mindennek a teteje. Azt hiszem, megnézem Vanessát. Ezt nagyon szép gesztusnak tartom tőled. Tudod, Vanessa, szóval... olyan mérges vagyok, frusztrált, gyűlölettel teli. Hogy valahogy le kell vezetnem. És Vanessa, ő békességet ad. Úgy értem, sok szép dolgot, amit azért a lányért tett, az csodálatra méltó. De úgy érzem... iránt bármikor képes lennék megölni. Már ne haragudjon. Mit mondott az imént? Nem. Bocsánat, nem, megismételni, amit mondott? Nem. Egyszerűen csak egy... ez egy metafora volt. Az egész helyzetre értettem. Nem mondtam komolyan. Igen. Az idegesség. Persze, így van ez. Ez érthető. Halló? Canciano, itt Diego Rivas Santander. Miben segíthetek? Tudom, hogy te is nyomozol Olvido és a fiam eltűnése ügyében. Igen. Mozgósítottam néhány ismerősömet a központi szerveknél. És kiderült valami? Nem, semmi. Csak annyit szeretnék kérni, hogy ha tudomásodra jut bármi, kérlek, azonnal értesíts. Persze, természetesen hívni foglak. Ne haragudj, de most le kell tennem. Halló! Átkozott, Canciano! Istenem, kérlek, segíts! Segíts megtalálni Olvidót és a fiamat. Nagyon kérlek. Segíts! Csak kit látnak szemeim? A gyilkos felesége bejött a kórházba. Tácsó, nem gyilkos. A férjed bosszúból megölte a barátomat, miattad. A barátodat? Igen. Inkább a bűntársadat. Az volt Gabriel. A bűntársam? Igen. Gabó nem érdemelte meg a halált, és főleg azt nem, hogy elhárulják, ha? Hadd mondjak valamit. Engedj el, vagy gyapálok. Hallgass el. Na? Világosan megmondtam. Az a patkány férjed a börtönben fog megrohatni. Te pedig sosem leszel boldog se vele, se mással, hallottad? Hey, engedd el a nővéremet, Nelson, hallod? Engedd el a nővéremet! Jól vagy? Igen. Biztos? Jól vagy? Soha többé ne nyúlj a nővéremhez. Megértetted? Mi történt? Semmi, menjünk, Csúli. Na baj. Mondd el, hogy mi történt. A
Hozzád fohászkodom, Guadalupe-i Szűz Mária. Te tudod, hogy mennyi bűn és lelkiismeret furdalás van a szívemben. A sok elkövetett hiba miatt. Bocsáss meg. Bocsáss meg, amiért nem hittem Olvidónak. A drága Olvidónak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Bocsáss meg, amiért nem hittem benned. Szépen kérlek. Diego. Digito. Úgy látom, felébredt, nagy. Digito. Nem, Juvia, még nem. A lelke még a túlélésért harcol. Valami Diego-t hívogat. Ki lehet az nagymama? Donya Licia, Donya Rufina. Kislányom. A virágbolt, Tácsó és Olvidó eltűnése miatt azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. De nem tudtam elmenni anélkül, hogy lássam a barátnőmet. Kedves. Csúi mondta, hogy épp műtik. Igen, de már nagyon régóta. Több órája bent vannak már. Bárcsak kijönne valaki és mondana valamit. Hinnünk kell. Meglátják, hamarosan vele együtt emlékezünk vissza erre a percre. Ugyanolyan boldog lesz, mint azelőtt. A barátnőm folytatja majd a tanulást, a munkát. Még meg is házasodik. Majd meglátják. Szegényként majdnem meghalt. De te a bölcsességeddel és a képességeiddel meggyógyítottad őt. Jaj, lányom, ez a lány nem csak a lövés miatt volt rosszul. A lelke nehéz súlyokat cipelt. Az hogy lehet? A világ gonoszsága miatt, lányom. De ki árthatna egy ilyen szép lánynak? Hisz olyan ártatlan arca van. Jaj, lányom, ezen a földön nagyon sok az irigy és gonosz ember. És ez a teremtés fiatalsága ellenére sokat szenvedett. Mit csinálsz, Nagyi? Adok egy kis vizet ennek a szegény lánynak. Biztos nagyon szomjas. Istenem, ne haragudj. Bocsáss meg, amiért egoista vagyok. Most is magamnak kérem a segítséget. Holott Olvidónak és a fiamnak lenne rá szüksége. Kérlek, segíts nekik. Hogy mielőbb megtalálják a hazavezető utat. Vezesd őket. Óvd őket, kérlek. Hogy sértetlenül kerüljenek elő. Uram, védelmezd őket. Nagyon kérlek. Nem tudnám elviselni, ha valaki kárt tenne bennük. Én a magam részéről keresni fogom őket, bárhol legyenek. Esküszöm, hogy a nyomukra bukkanok. Esküszöm. Megtalálom Olvidót és a fiamat. Dr. Rodriguez, várják a sebészet. Meddig tart még ez a műtét? Nem értem.
Nem tudom, nem vagyok orvos. Sajnos, Angustias, egy ilyen műtét hosszú ideig tart. Csak türelem. Türelem? A türelem nekem ehhez kell itni. Te, mondd csak, hol is van az a borzalmas kövér feleséged? A hétvesed, mi? Nem csak, hogy itt kellene lennie velünk a nehéz percekben, ki kellene fizetnie a kórházi számlát. Szitlál, itt most a lehető legtávolabb akarom tudni magamtól, ha? Világos? Nem. Köszönöm. Nem. Te nem értettél meg. A te dolgod az, hogy elcsavard a fejét annak a repedsarkú indián tehénnek, érted? Vagy mondd, áruld el, ne te már aláírta a meghatalmazást, amivel hozzájuthatsz a vagyonához. Ne is válaszolj, tudom, hogy nem. Honnan tudom? Onnan, hogy ismerlek, egy semmire kellő vagy. Jól van. Ugyananya, tudod mit? Elegem van az állandó szekálásból. Tényleg? Igen. Hát tudod, nekem is elegem van már belőled. Vanessa, meg te megőrítetek engem. A bolondok házában végzem. Áj, anya. Még szerencse, hogy Irán nem ilyen. Rám hasonlít. Neki megvan a magához való esze. Mi? Igen. Anya, figyelj csak. Te bárkinek képes vagy tönkretenni a napját. Hát tényleg? Te meg az életemet teszed tönkre. De nem csak te, hanem Vanessita, és még Irán is. Egyszerűen megőrítetek, megbolondulok miattatok, senki nem értékel engem, egy ilyen anyát. Szia! Jó napot! Itt van Dávid? Igen, a dolgozószobában. Szólsz neki, hogy itt vagyok? Igen, már megyek is. Köszönöm. Tessék! Jó napot! Stefano Canciano. Ulisses Santander, mondd csak, te nem dolgozol? Megtudhatnám, hogy mit csinálsz itt? Armando Balmaceda vagyonával kapcsolatban vagyok itt. Miért? Örülök, hogy összefutottunk. Így beszélhetünk a testvéremről. Esperanza húgomról. Ennek tisztának kell lennie. Azért, hogy ez a szép lány gyorsan meggyógyuljon. Végre felébredtél, gyönyörű. Hogy hívnak? Mondd csak. Mondd, mi a neved?